Az egészségügy helyzetéről tartottak fórumot Tiszaeszláron. A településen egy nyugdíjas orvos praktizál, itt nem tudják biztosítani a fiatal utánpótlást. A község vezetése minden évben egészségnapot szervez a lakosság számára. Ingyenesen olyan ellátásokat hozunk ide, amelyre egyébként több hetet vagy hónapokat kell várni, az idén is tervezünk ilyeneket. Ezzel tudunk segíteni az itt lakókon, és minden évben segítünk is. A Tiszaeszlári Fórum előadója Papp Lajos szívsebész volt, aki a hazai egészségügyi ellátás helyzetét mutatta be. A világutazó professzor arra hívta fel a figyelmet, hogy más országokhoz viszonyítva lényegesen jobb a hazai ellátás. Kiemelte, Angliában egy epehólyag műtétre például másfél évet kell várni, Svédországban pedig 5 hónapos az előjegyzés egy orvosi vizsgálatra. Én bejártam a világot. Ausztrálián kívül mindenhol voltam, és természetesen ami legjobban érdekelt, az az egészségügy szervezése és ellátása. És most döbbenetes dolgot mondok. Magyarország egy paradicsom, csak a betegek ezt nem tudják. Azért, mert itt nagyon jó emberek vannak az egészségügybe. Pénz nincs, de hihetetlen lelkiismeretesség van. Papp Lajos azt is hozzátette, nem csak az ellátás fontos, az emberek életmódja okozza a betegségek kialakulását. Felmérések szerint a halálozások fő okai a családi, a munkahelyi és az úgynevezett nemzeti stressz, amelyet egy kis odafigyeléssel mindenki elkerülhet, hangzott el a fórumon.